Hatodik helyen áll a válogatott szünetben a mezőköves csapata a labdarúgó NB1-ben. Tavaly kilencedik lett Kutor Attila Gárdája, amelynek tagja az egykori fradista U20-as VB bronzérmes Tóth Bence, aki 2016 elején került a klubhoz, és ősszel kilenc meccsen játszott. Ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bence, nálad mindig fontos kérdés az, hogy rendben vagy-e, vagyis a komoly sérülések elkerülnek-e? Mostanában elkerülnek-e a komoly sérülések? Ez a komoly sérülések... Azt mondhatom, hogy igen, le is kopogom. Mindig van kisebb, nagyobb probléma, ugye itt a profi sport vele járója ez. Tavaly szezonban volt egy térdemre kaptam egy rugást, utána volt egy, egy, egy szakadásom, vagy húzódásom. Most meg egy ilyen összetettebb, egy komplexebb a kép igazából, a, a derekamból kiindulva hajlítom, és ott a térdemnél a tapadása most ez begyulladt, úgyhogy egy krónikus gyulladásról van szó. Ezt várjuk, hogy ez, ez elmúljon, aztán utána újra a csapat rendelkezésére tudjak állni. De egy-két hétig most nem játszhatsz. Igen, múlt hét kimaradt, ez a hét kimarad, sanszos, hogy jövő hét, és aztán utána remélem már bekapcsolódok a munkába. Azt mondhatjuk, hogy ez, egy, ez szerencsére ma egy igen fontos kérdés mezőköves, de mármint, hogy te milyen állapotban vagy, mert hogy meghatározó ember vagy a csapatban. Igen, szerencsére. Épp valamelyik nap az elnök úrral futottunk össze a klubházba a lépcsőn, és akkor poénkodtunk, hogy hogy lehet az, hogy minden edzőnél folyamatosan játszani szoktam, mert ott mosolyogtunk rajta, de, de igazából tényleg a Kuttor Attila, hogy, ahogy megérkezett, ugye előtte végig, végig játszottam, alapember voltam, megérkezett, egy pár mesre kikerültem a csapatból, aztán volt egy törökországi alapozás, és onnantól kezdve igazából mondhatom azt szerintem, hogy, kirobbantatatlan voltam a, a, csapatból. Idén a társak megválasztottak csapatkapitánynak, ez, ez óriási büszkeség nekem, ez sok mindent elmond igazából arról, hogy, hogy mi mindent megtettem három év alatt a klubért. Annyi e, történt, ami nagyon fontos, mert hogy az, volt egy idő, amikor hazatértél, e, és akkor emlékszem, beszélgettünk is szólnokra, e, és hát az volt a feladat, hogy stabil, jó mb 1 es futbolistaként újraépítsed magad. Ez sikerült ezek szerint mezőkövesd maximálisan. Igen, köszönöm is a kövesdi vezetőknek, illetve hát akkor Pintér Attila volt az, aki oda vitt engem kövesdre, és nagyon jó döntést hoztam akkor, mert mondhatom azt, hogy ilyen jól még nem éreztem magam egyik klubnál se, nagyon szeretek Egerbe, Egerbe élek több csapattársammal együtt, szeretjük a várost, a klubban szintén jó munka folyik, most már szerencsére nagyon eredményes is, Én úgy gondolom egy jó arculat alakult ki a, a csapatnál, az Attila vezetésével, úgyhogy élmény minden nap, most megyünk Jól is megy a játék neked éppen ezért, hogyan érintett téged Bogner István távozása? A tavalyi játékunk kicsit másabb volt, amikor a, Boges Bogesz játszott, így, hogy eligazolt, kicsit változtatott rajta a csapat, talán nem annyi a labda nem annyi passz jellemzi a játékunkat. Én hozzám közelebb állt igazából az a stílus, de a de mostani sincs igazából problémát, mit is tudnék csinálni, alkalmazkodok igazából az edzői elképzelésekhez. És a ő... saját ö, személyes pozíciódat, meg játékodat befolyásolta a játékmester távozása? Egy kicsit én úgy gondolom, így, így visszagondolva, igen, Cseritomival beszélgettünk az autóba a edzésre menet, és akkor mondtuk, hogy kicsit másabb volt akkor a játékunk élveztük azt a focit, amit játszottunk, most meg azt élvezzük, hogy mennyire eredményes a csapat, és ott állunk a tabella első felében. Tavaly a bajnokság végére mondhatom azt, hogy leeresztettetek? Akkor már megnyugodtatok, hogy megvan a bentmaradás? Nem tudom igazából, én csak kívülről láttam a, a csapatot, akkor ugye az utolsó négy meccsen sajnos sérült voltam, de, de a fontos mérkőzéseket, amiket kellett, azokat, azokat behúztuk igazából. Maximum az utolsó mérkőzés volt az, mikor már meccs közben ugye értesültünk a többi eredményről szombathelyen, akkor ő talán a koncentráció picit alább de, de nem mondanám, hogy megnyugodott volna a csapat. Bence, azt állíthatom, hogy a, nem feltétlenül az, hogy mit mondanak -e a klubvezetők, inkább a játékosok fejébe szól, hogy idén már magasabb a cél, és nem véletlen az a helyezés, ahol vagytok. Tehát itt most már szó sem lehet arról, hogy a mezőkövesd a kiesés ellen akar harcolni? A helyezés az biztosan nem véletlen, mert már a tavaszi szezonban is, ha csak a tavaszi szezon nézzük, azt hiszem negyedik helyen végeztünk. Tehát nekünk játékosoknak és a klub dolgozói, nekünk úgy gondolom, ez nem meglepetés a mostani pozíciónk. Még úgy sem, hogy a mérkőzések utolsó 5 percében 7 pontot veszítettünk, és azzal a 7 ponttal azt hiszem második helyen állnánk most. De nem vagyunk tálátátlanak egyébként, elkezdtünk egy közös munkát, ami, ami egyelőre eredményes. A klub részéről nincs megfogalmazva igazából konkrét helyezés. Mi egymás közt beszéltünk már róla, hogy mit szeretnénk elérni a szezon végén, de ez egyelőre az öltözőben marad. Én úgy gondolom, hogy nagyon rosszul jön neki, hogyha, hogyha mondanánk valamit, ugye próbálunk merészet álmodni, aztán a végén mégse úgy sikerül, akkor egyből ráolvasnák a mezőkövesre. Azért azt úgy állíthatom, vagy jól veszem észre, hogy az az ambíciótok, hogy a mezőköves legyen a második pas arról beszélek, hogy van egy kis klub, de nagyon stabil, és igazából egész nagy meglepetésekre és jó helyezésekre is képes, és általában egyáltalán nem probléma számára az, hogy rendszeresen nb 1 tagsággal legyen, és nem fenyegeti a kiesés. Ez így jó ambíció? Igen, mondhatjuk, jó e, mondhatjuk ezt persze, hogy stabil, egy nb 1 klub szeretnénk most már lenni, igazából egy pár, azt hiszem ugye két éve már, ez a harmadik évünk folyamatosan az nb egyben pont az Újpest volt a századik mérkőzésünk az, az élvonalban. Stabilizálni szeretnénk a helyünket, hogy ne legyen egyik évben se az, hogy, hogy a kiesés szele ott meglegyünk bennünket, úgyhogy de a, klub, a klubvezetés tegnap nagyon sokat Ez ezért. Én úgy gondolom, most van a legerősebb keret egyébként de mióta én ott futballozom. És milyen uh, filozófiával és elvekkel dolgozik veletek Kútor Attila vezetőedző? Mert azért arra is utaltál, meg hát az ember egyszerűen uh, nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy ennek a stabilitásnak uh, hát, mondjam, ő az egyik uh, elkövetője és okozója. Igen, és neki köszönhető. Igen, kialakult egy, egy, szerintem egy nagyon szimpatikus stílusunk egyébként. Tavaly úgy sikerült bennmaradnunk, hogy nem egy esetleges játékkal, hogy csak beállunk, hátrókdaljuk előre a labdát, aztán lesz, ami lesz, hanem próbáltuk a mérkőzéseket irányítani. Nyilván minél régebb óta dolgozunk együtt, most már jobban értjük egymás gondolatát, és jobban is megy a játék, úgy gondolom a csapatnak kialakult egy alapjátékunk, egy zárt védekezésünk, ami egy nagyon fontos eleme, hogy mindenki alázatos a pályán, és az öltözőbe is nagyon jó társág alakult ki, mindenki beállt a sorba, én úgy gondolom, hogy ez a, ez a, pályán is látszik nálunk, és próbáljuk, ami a, a magyar játékosokra jellemző igazából, játszani a futbalt, tehát nem akarjuk úgymond megerőszakolni magunkat, hogy más próbálunk csinálni esetleg, ami a trend, hanem kialakította az Attila kerethez illő játékrendszert. Bence, azt mondnak, hogy nevezhetlek későn érő játékos típusnak? vagy többször szoktál érni, vagy. Nem, mi a lehet, most már én is úgy gondolom, hogy későn érő típus vagyok. Egy pár éve azért sok minden megfordult bennem. Át is szokott futni az agyamon egyébként, hogy mi lenne, hogyha most lennék 19-20 éves ilyen fejjel esetleg, és mi a lenne? döntések előtt állnék. Nem tudom, igazából valószínűleg most nem itt futballoznék, de de nem bánom egyébként, hogy most. Ugye azért nem Magyarországon? Azt nem tudom, most így néz lenne, de lehet, hogy szebb karriert futottam volna be, mondjuk lenne lehet egy-két bajnoki címem, vagy kupagyőzelmem, amit a kupagyőzelmet nagyon hiányolok, remélem egyszer az is, az is sikerülni fog, de valószínűleg máshol tartanék, viszont az életemnek nagyon jó szakaszában vagyok, mind magánéletben, mint a, mind a karrieremben, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok mezőkövesden tényleg. Szerinted 29 évesen még ott lehet az ambícióid között, ha már utaltam az elején arra bizonyos 20 as VB-remre a nagy válogatott? Nem tartom, nem tartom reálisnak igazából az edző, rossz, az ugye tud külföldről válogatni, illetve úgymond nagyobb magyar klubokból is, tehát rengeteg lehetősége van, van merítési lehetősége, én úgy gondolom jól is él vele, úgyhogy, úgyhogy én nem hiszem, hogy nekem reális lehet, Viszont remélem a Cseritomnak, a csapattársomnak az lehet, nagyon jól megy neki folyamatosan a játék, és bízom benne, hogy büszkévé tesz bennünket, a csapattársit, meg a vezetőket is, hogy legalább a oda tud kerülni. Na hát akkor egy elégedett nb játékos láttunk most. Igen, További mondtad. jó munkát neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.